A Szent Atya a Szent Pál Galatákhoz írt leveléből idézett, melyben arra buzdítja a keresztényeket, hogy a Szentlélek szerint járjanak. Valóban hinni Jézusban annyit jelent, mint követni őt az útján, ahogy az első tanítványok tették. És egyben azt is jelenti, hogy kerüljük az ellenkező utat, az önzést, a saját érdekek keresését, amit az apostol a testvágyának nevez. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! A lélek a vezető a haladásunkban Krisztus útján, ezen a csodálatos, de egyben fárasztó vándorlás során, amely a keresztséggel kezdődik, és egy életen át tart. Gondoljunk egy hosszú túrára a magas hegyekben. Lenyűgöző, vonz az úti cél, de sok erőfeszítést és kitartást igényel. Ez a kép hasznos lehet, hogy betekintést nyerjünk az apostol szavainak jelentésébe. Lélek szerint járni, hagyni, hogy ő vezessen. Ezek a kifejezések olyan cselekvést, mozgást, dinamizmust jeleznek, amely megakadályozza, hogy megálljunk az első nehézségeknél, de bizalmat ébreszt. Ezen az úton haladva a keresztény ember elsajátítja, hogy az életet pozitív módon lássa. Ez nem azt jelenti, hogy a világban jelenlévő gonosz eltűnik, vagy hogy az önzés és a kevésség negatív impulzusai eltűnnének. Ez inkább azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy Isten mindig erősebb a mi ellenállásunknál, és nagyobb a bűneinknél. Miközben az apostol arra buzdítja a galatákat, hogy járják ezt az utat, az ő szintjükre helyezkedik. Elhagyja a felszólító módot, helyette többes szám második személy kijelentő módját használja, mint hogy a lélek szerint járunk. Az apostol nem helyezi magát közössége fölé, hanem mindenki útjának közepébe helyezi magát, hogy konkrét példát adjon arról, mennyire szükséges engedelmeskedni Istennek, egyre jobban és jobban igazodva a lélek vezetéséhez. Ez a lélek szerinti járás. Nem csupán egyéni cselekvés, hanem a közösség egészére is vonatkozik. Az apostol által jelzett utat követve közösséget építeni valóban izgalmas, ám kihívásokkal teli. Továbbra is érezhetők a testvágyai, vagyis az irigység, az előítélet, a képmutatás, a viszálykodás, és könnyű kísértés lehet, hogy ragaszkodjon a szigorú előírásokhoz, ám ezzel elhagynánk a szabadság útját, és ahelyett, hogy felmásznánk a csúcsra, visszafele haladnánk a mélybe. Pastori che camminano col popolo. È tanto bello, questo fa bene all'anima. A lélek útján való járáshoz mindenek előtt teret kell adni a kegyelemnek és a szeretetnek. Pál miután komoly szavakkal hallatja a hangját, felkéri a galatákat, hogy egymás terhét hordozzák, és ha valaki hibázna, tanúsítsanak szelídséget. Hallgassunk szavaikra. Testvérek, ha valakit botláson értek, ti, akik lelkiek vagytok, incsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésben ne essél. Hordozzátok egymás terhét. Valójában, amikor kísértésbe esünk, hogy rosszul ítéljünk meg másokat, ahogy ez gyakran megesik, először saját esendőségünkre kell gondolnunk. Jó, ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi késztet arra, hogy helyreigazítsuk a testvérünket, nem vagyunk-e valamilyen módon közös felelősek a hibájáért. A Szentlélek, amellett, hogy a szelídség ajándékát adja, szolidaritásra, mások terheinek hordozására hív. Szent Ágoston szavai segítségünkre lehetnek, melyeket ugyanehhez a szakaszhoz fűz, idézem. Ezért testvéreim, ha valakit valami hibán értek, szelíden figyelmeztessétek. Ha fel is emeled a hangod, szeress legbelül. Akár buzdítasz, akár atyáskodsz, akár szemrehányást teszel, akár szigorú vagy, szeress. A testvéri helyreigazítás legfőbb szabálya a szeretet. A testvéreink javát akarjuk. Örömmel és türelemmel járjunk ezen az úton, engedve, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Grazie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo.